Nem sok pihenője volt a nyíregyházi Aquaese vízilabda csapatának. Az edzések a két ünnep között sem maradtak el, hiszen január 6-án szombaton tovább folytatódnak a vidéki bajnokság küzdelmei. A 2004-es korosztályú csapat hazai környezetben, míg a serdülők idegenben kezdik meg 2018-as szereplésüket. Szombaton hazai medencében játszanak a 2004-es gyerekeink, Szolnok, illetve a Kolozsvár együttesével találkozunk. Remélem, hogy mind a két meccset meg fogjuk nyerni, illetve Debrecenben a serdülők találkoznak, ott egy nagyon kemény mérkőzés vár ránk a Szabadka ellen, illetve játszunk még egy úgymond kötelező meccset a Bajával. A 2017-es bajnoki évtől sikeresen búcsúztak az Aquaese csapatai. A serdülő a negyedik, míg a gyermekcsapat az ötödik helyről várja a januári folytatást. Két ünnep között is edzettünk, tehát túl sok pihenő nem volt, és már tegnap edzést tartottunk. Sérülés hál' Istennek nincsen, tehát teljes csapattal tudunk kiállni, és én nagyon remélem, hogy mind a serdülők, mind a 2004-es csapatunk eredményesen fogják ezt a hétvégét zárni, és minden meccset megnyerünk. Szombaton a 2004-es korosztályú csapat a Sóstói úszodában a Szolnok és a Kolozsvár csapataival játszik bajnoki meccset, a serdülők a Civisváros úszodájába szerepelnek ugyanezen a napon, ahol a Baja és a Szabadka csapatát kell legyőzni ahhoz, hogy tartani tudják a tempót a listavezető Debrecennel.